Szeretettel köszöntöm a Popfilter hallgatóit és a VMN olvasóit, én Csepei Adrien vagyok. Jaj, <laughs> rögtön a bemutatásnál egy picit megtorponok, mert arra jöttem rá, hogy nagyon kevés ember van ebben az országban, akit nem, nem kell részletezni semmit. Azt mondom, hogy Halász Judit ül velem szemben a stúdióban, akkor egyrészt mindenki tudja az arcot, a hangot, a dalokat, a színdarabokat, másrészt pedig jó csomó emberi ír így, így rám most, hogy lesz egy nagyon kellemes bőórán beszélgetni Halász Judittal. Köszönöm ezt a kedves bevezetést, igaza. Meg lehet ezt szokni, hogy, hogy az ember egy, egy két járó intézmény? Hú, hát ezt még sose hallottam, ezt a jó kifejezést. De... <laughs> ez nem, remélem, hogy nem rossz a, a, ezt hallani, de hogy ez, ez tényleg így van. De érdekes minden esetre. Hát lassan-lassan az ember lépte el mindenféle fokokon, és aztán lassan megszokik mindent, az ember mindent meg tud szokni, de a megszokásban nem jó élni. Mm -hmm. Tehát azt hiszem, hogy mindegyik találkozás, mindegyik kapcsolat, mindegyik elnevezés valami más, és valamitől más. Tehát az ember mindig azt keres, hogy mitől más, és ki az a más, aki ezt így gondolja, és miért gondolja így. Ha felidézem a saját első. Zenei élményeimet, akkor az egészen biztos, hogy mondjuk a, a top 5-ben ott vannak a, a halász-judit lemezek. Tényleg? Én, hát nekem a félcsaládom ovónő, úgyhogy <laughs> abszolút ez Jó. volt a, a babyszíttelési módszer, hogy amikor nagyon rosszak voltunk, akkor hallgathattunk meselemezeket vagy halász-judit lemezeket. Okay. És ezáltal arra jöttem rá, hogy gyakorlatilag ez, ez így annyira bennem van a a véremben ez olyan nagyon rosszul hangzik, de hogy, hogy, ezzel nőttünk fel nagyon sokan ebben az országban, és közben pedig senki soha azt hiszem, hogy nem tudtam megfejteni, hogy mi a titok, és tudom, hogy ez egy nagyon buta kérdés, és egymilliószor megkérdezték, de most arra gondoltam, hogy megfordítom a kérdést, hogy nagyon-nagyon sok minden változott az elmúlt évtizedekben, amióta Halász Judit gyerekeknek énekel, és nagyon sokszor halljuk azt, hogy ezek a mai fiatalok, meg régen minden jobb volt. Mi az, ami állandó? Mi az, ami, ami nem változott az évek során? Van-e olyan? Hát a gyerekek fő tulajdonságai, azok nem változtak. A felnőttek azok változtak nagyon sokat, de ha még akad olyan felnőtt ebben a világban, aki emlékszik a gyerekkorára, és aki tudja, hogy miért szeretett és miért nem szeretett bizonyos felnőtteket, bizonyos embereket, akkor az, az meg tudja ítélni azt, hogy hogy kell szólni egy másik emberhez, aki mondjuk még csak icipici növését illetően és az életkorát illetően, de ugyanolyan emberré válik, hogyha hagyjuk és hogy segítjük. És a felnőttek változása az, tehát mi, mi az, amiben megfogható? Mondjuk hát máshogy, máshogy viszonyulnak a, akár a szereplő, a színpadon álló emberhez, mint mondjuk 30-40 éve? Nem, nem, az, az a, a, a felnőttek változása az a, a korváltozása, uh -huh. a, kor, a, a társadalom változása, hogy precízen fogalmazzak. Itt borzasztó sok dolog változott. Hát már a mi életünkben is, mondjuk én már a legidősebb generációhoz tartozom, de, de a mi életünkben is borzasztó sok dolog megtörtént. Hát mondjuk én a háború alatt születtem. Arra nem nagyon emlékszem, de arra emlékszem, hogy romos volt Budapest. Arra is emlékszem, hogy apám egy darabig itthon volt Budapesten, aztán elment vidékre tanítani, aztán kiártunk a, a, a Dunára, Ö, evesz, evezett apám anyám, én voltam a kormányos, és akkor már lehettem olyan négy éves, mm -hmm. és és elkezdték felépíteni Budapestet úgy, ahogy sikerült, elhorták a romokat. Arra emlékszem, amikor először voltam színházba, Ar arra emlékszem, amikor, amikor először kellett verset mondanom az iskolában, és amikor először megbízott a tanítónéni azzal, hogy vezényeljek le egy dalt a, nem tudom, az iskolai ünnepségen. Arra emlékszem, amikor átmentünk egy másik iskolába, és és de ez még mindig nem a társadalmi változás. A társadalmi változás az az, amikor ki volt írva, és már tudtam olvasni, hogy kisgazdapárt. És kérdeztem, hogy mi az a kisgazdapárt. És aztán egyszer csak eltűnt a kisgazdapárt, és megjelent egy, egy rúd, Körbevéve egy zászló,val a tetején egy ötágú öt, öt, öt csillaggal, és az volt, hogy MKP. És ezzel mindegyiket kérdeztem, hogy mi mit jelent. És aztán eltűntek ezek is, és minden változott én, amikor elsős voltam, akkor hittanóra volt a, az egyik kötelező tantárgy. Már én nagyon szerettem, mert abban nagyon jó voltam, nagyon tudtam mondani, amikor a hittan tanárnő megkérdezte, hogy és akkor mit mondtak a galambok, és akkor én mondtam, hogy tudom, tudom, <laughs> és ez nagyon tetszett, hogy tanárnőnek nekem meg a hittanóra, mert már ott sikeres voltam, de sajnos másodikban már elvették a, a hittanórát. Azt hiszem, az első évben, nem tudom, másodikban is, erre már nem emlékszem, nem az ötös volt a legjobb, hanem a hetes. Tehát, úgy, tehát ezek a változások, ezek értek minket, értek uh -huh. engem, mint kisgyereket. Aztán átköltöztünk Pestről Budára, itt a legfőbb gondom az volt, hogy itt, le, itt is én leszek-e a versmondója az iskolának, és olyan szerencsém volt, hogy a tanítónéni úgy gondolta, illetve a magyar tanárnő úgy gondolta, hogy én leszek az iskola versben, és az, a, a, az ének tanár, aki nem volt más, mint Voli István, aki egy, egy népdalgyűjtő volt, egy nagyszerű népdalgyűjtő, aki eljátszatta velünk a népdalokat, a tartalmaz, a szövegük tartalmát, és hát az nagyon élvezetes volt, és bevett engem az iskola, nem úgy az iskolai kórusba, de szóló tényeket wow. velem, méghozzá az, hogy huszár gyerek, huszár gyerek szereti, szereti a táncot, a táncot így van. És és, 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 utána egyszer csak elkezdtünk az iskola, iskola felvettek a gimnáziumba, Szilágyi Erzsébet gyakorló leány gimnázium, nagyon elitiskola volt. mi még a nevének a hangzása is olyan egyébként. Igen, most is a Szilágyi Erzsébe csak már nem gyakorló, és már nyolcosztályos, és már nem csak lányok kiárhatnak oda, hanem fiúk is. Okay. És akkor még Szilágyi Erzsébet gyakorló leány gimnázium volt, és és ott, ott, pedig arra, ott, pedig tánciskolába jártunk a szomszédos Petőfi gimnázium növendékeivel, akik, akik csak fiúk lehettek. És ott a tánciskolában összeismerkedtünk a barátnőm meg én két fiúval, akikhez semmi közünk nem volt, de megbeszéltük, hogy mi, kettő, mi találkozni fogunk valahol. 1956. október 23-án az utca sarkon, az Orbánhegyi út és a Németvölgyi út sarkán. És tényleg ott találkoztunk négyen, menjünk el moziba. De leláttunk a Böszörmény útra, és ott megláttuk, hogy csüggenek, mindenki uh -huh. csüngenek a, a, a villamosokon. És azt mondta ez a két fiú, hogy hát azért csüngenek, mert állítólag van valami a rádióban, sőt, a Kossuth téren is Hű, hát akkor nem, nem biztos, hogy jó nekünk a moziba menni. Hát akkor nem menjünk moziba, ez volt az első randevú. Mindenki hazament, és Emlékezetes. Soha többet, soha többet nem találkoztunk. <laughs> Körülbelül ennyi volt. Aztán, aztán meg, meg otthon kellett maradni, mert ez közel volt a déli pályaudvarhoz, uh -huh. ahol mi laktunk. Viszont rengeteg kisgyerek lakott a házban, és én nagy, boldogan olvastam nekik mesét, mert azok még nem tudtak olvasni. Uh -huh. És hát a meseolvasás az megjelenése volt az én előadói vágyainak. <laughs> És aztán ezek után, ezek után ugye megéltük már a háború végét, megéltük már azt, hogy minden tele volt vörös csillaggal, meg nagyon sok minden. Sok minden olyan dalt én az összes az összes mozgalmi dalt tudom, amit megtanultunk itt, ott, amott, meg az iskolában, és ma is nagyon szívesen éneklem, mert a gyerekkoromat jelenti. Hm. És ez nagyon furcsa, de, de még jó, hogy a férjem tűri, hogy valahol, Hogy most <laughs> a mozgalmi dolgokat <dalot> nekem. Mert <laughs> eszembe jut valami gyerekkori, valami gyerekkori élmény. És aztán, aztán az a gimnáziumban pedig már kialakultak, a, a hát, hogy kinek milyen tanárai vannak. És hát én, én azért is vagyok nagyon amellett, hogy a. Hogy a pedagógusok megkapják, akiknek, ami nekik jár. Mert nekem fantasztikus pedagógusaim voltak, tanáraim voltak, akiknek nagyon köszönök mindent, így utólag is. Beleértve az első osztályos tanítónénit, aki nekem adta azt a verset, amit elmondhattam az osztályban, mindenki előtt. Ez volt a Mama. Ez, ez, igen, ez, igen, ez, ez, egy, ez engem meglepett, hogy ezért egy, egy hat éves, 7 éves kislánynak, és ő azt, azt mesélte egy interjúban, hogy értette, mert hogy az édesanyja elmagyarázta hát, önnek. Osan, engem is meglepett, mert a mama az nem éppen egy gyerekvers. De miután apám a fronton volt, és anyám tudott varni, nagyon sokáig abból éltünk, hogy ő vart. Utána apám hazajött, és elment vidékre valamit mm -hmm. tanítani. Tehát nagyon sokáig anyám éjszaka is vart. Mm -hmm nem mosott, és nem szaladt a padlásra, de tudtam, hogy milyen az, amikor fáradt és álmos, és sokáig dolgozik. Igen. És meg tudtam érteni, hogy ez mi. De ez és... egy milyen fontos mozzanat, hogy a pedagógus meglátta a pici halászjutkában azt a gyereket, aki majd megértheti, és elő is tudja adni ezt a verset. Na... Szerintem ez, ez a kulcs mozzanat. Na, de itt. most ez a, ez a, ez minden, minden emberi Tett és minden emberi megmozdulásnak a lényege, a felnőttek és a gyerekek közötti kapcsolatnak is a lényege a figyelem. Tehát ez a tanítónő, aki három évig tanított engem, mert aztán átjöttünk Budára, de ez alatt a három év alatt, sőt, az alatt az egy év alatt kifigyelte, hogy én mire vagyok képes, hogy mi az, amiben tudnék abban, amikor még az a bizonyos hitoktatás is volt, akkor az volt a rendszer, hogy az utolsó napon bejöhettek a szülők, és megnézhették, hogy az ő kis gyerekei, gyerekük az mit tanult az év folyamán, és volt, aki matematikát, illetve akkor még számtannak hívtuk, számtant, volt, aki ezt, maga azt, meg amaszt, és volt, aki verset mondott, vagy mesét tudott, vagy nem tudom, tehát én a verset kaptam. És... És ő azt észrevette, hogy én nekem verset kell adni. Hmm. És hogy azt a borzasztó hat, hat éves gyerek számára is nehéz verset képes voltam elmondani úgy, hogy ott az idegen szülők előtt is sikerem volt. Szóval az a figyelem kérdése. Ez, szerintem ez nagyon fontos. Én most visszaemlékszem, én is ilyen versmondó gyerek voltam, és nekem is volt egy egy, egy kőváriági nénim, aki megmutatta nekem, hogy ez egy külön univerzum, tehát a versek szeretetét is tőle tanultam, és hogy ő például az Arany igen, e azt adta először nekem, és a mai napig egyébként a fülemben van, hogy hogy mondom, meg hogy, tehát hogy ez is egy... De jó lenne elmondani Ez <hállal> Ezt most mindenkit megkímélek tőle, de hogy ez egy milyen érdekes hogy, hogy hogy ráérez egy jó pedagógus, hogy kinek mi illik a karakteréhez, és mi az, amit, amit színpadon jól tud majd elmondani. Hát igen, igen, ez így van. Ez így van. Hát én nagyon kis pimasz voltam, amikor ezt a verset mondtam, arra emlékszem. Mennyiben? Hát, hogy ilyen kis, nem, nem tudom, nekem úgy élek így a saját emlékeimben, hogy nyer, ha mondom, rontom, bontom, akkor már így volt egy ilyen Aha. habitusom. De azt nem annyira sajnálom, hogy nincs erről a mamáról felvétel, uh -huh. hogy mennyire izgalmas lenne látni, hogy, hogy hat évesen, hogy mondott verset Halász Judit? Arany Laci, én is mondtam később, amikor énekeltem a gyerekeknek két vers között, és minden alkalommal akadt egy gyerek, aki felállt és elindult. Mondjuk, hogy Laci, te hallod, de jár szóval ide. Itt, mondod, és elindult, de az, a sorszélén mindig ült egy tanítónéni, vagy egy óvónéni, aki elkapta, és azt mondta, hogy nem. Egyszer aztán nem sikerült, és kijött egy gyerek és ott állt mellettem, de elég kicsi volt, úgyhogy fel tudtam emelni, és elmondtam a verset végig, úgyhogy a kezemben volt a gyerek, neki is mondtam, a többieknek is mondtam, és a végén letettem. És a gyerek megállt, fölnézett rám, és azt mondta, hogy miért hívtál ki? Nem is Lacinak hívnak. <síns> <síns> és még így is úgy éreztem, hogy menni kell. Ott maradt végig, hagyta végig mondani a verset, és jött. Ez, ez a szimpati, szugesztív jelenlét, hogy az is kimegy, akit nem lacinak hívnak. Szóval azért, mert a pedagógus, hogyha, hogyha engem figyeltek a pedagógusok, és én feltételezem azt, hogy ma is léteznek olyan pedagógusok, akik figyelnek a gyerekekre, és akik meglátják a tehetséget. Mert én meg azt gondolom, ez az én rögeszmém, hogy minden gyerek tehetséggel születik. Mm. Nem színészi tehetséggel, vagy nem művészi tehetséggel, de valamire mindenkinek van. Van, aki, van, aki szebb szeb, szeb asztalt fog csinálni, vagy szeb, szebben tud a, 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 a fémekkel bánni, vagy lehet, hogy szebben tud, tudja kitakarítani a lakást, vagy bármit, de valamihez mindenkinek van tehetsége, amiben különleges, és ezt ne, ha olyan a gyerek környezet, hogy ezt nem veszi észre, akkor a gyereknek a sorsa egy tragédia. És és én mindig csak arra biztatok mindenkit, hogy figyeljék, hogy mi az, amit az a gyerek a legjobban csinál, és próbálják meg arra lökni, arra, arra az útra terelni, amit ő élvez, amit szívesen csinál. Mindegy, hogy mi az. Tehát nem, én itt tényleg nem művészi vagy, vagy tudományos dolgokra gondolok, hanem egyszerűen az, amit, amit szívesen, ugyanis aki hétfőn reggel úgy kell, hogy jaj, már megint dolgozni kell, és az nagyon más, amikor még vasárnap este is úgy fekszik le, hogy jaj, menjünk már, mert ezt megőrülök, úgy szeretném csinálni. Tehát ez, ez, ez az élet. Az életünknek legalább akkora része a munka, és legalább úgy kell szeretnünk a munkát, amit csinálunk, mint, mint, mint bármi más, sőt, néha kicsit jobban is, mert akkor tudunk valamit teremteni, hogy is úgy mondjam, hát már nagyon-nagyon fenkölt kifejezés, de de így van. Nem, hát szerintem, ha egy színházi előadásra gondolok, vagy egy akár tényleg egy versmondó versenyre ott azért valami megteremtődik, amit nem lehet kézzel fogni, nem lehet akár nevén nevezni sem, de valami van, ami Csak? miatt év ezredek óta Egyszerűen nem nem múlik a varázsa az egésznek. Ne, nekem, nekem olyan magyar tanáraim voltak, hogy én rengeteg versmondó, hát akkor úgy hívták, hogy szavaló verseny. Szavaló verseny. Ez valaki kimondja, hogy szavaló versenyt a, 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 a hát az borzasztó. De mindegy, vers, verset mondtunk, és én, én mindegyiket megnyertem, és borzasztó boldog voltam, nagy sikerélményem volt. De de eh, ahhoz azért kellett valaki, aki erre felhívja a figyelmemet, hogy azt érdemes nekem csinálni. Anyám is, mert anyám nagyon szerette a verseket is, a színházat is, meg a mozit is, és én kerestem a verseket. S úgy kerestem, hogy amikor volt valami ünnepség vagy ünnepé az iskolában, vagy esetleg... Úgynevezett szavalóverseny, akkor ott el tudja mondani. És rengeteg verset olvastam, de rengeteg verset. Aztán emlékszem, eljött az az idő is, amikor. Egyébként is szerettem olvasni. A anyukámmal néha este, amikor otthon voltunk, akkor lefeküdtünk aludni, nem aludni, csak lefeküdtünk az ágyba olvasni. Uh -huh. Anyám egy óra múlva azt mondta, hogy olyan jó lenne valami, és kiment egy befőttes üvegér, és hozott valami finom be befőttet, akkor továbbiakban befőttel olvastunk, <gül> <gül> egy, egy bögre befőtte, és jött egy betegség 12 éves koromban, még hozzá, hogy is hívják azt, csak ilyen majd eszembe fog jutni, egy, egy fertőző betegség, és otthon kellett maradom 6 hétig, be voltam zárva, oh. piros cédula volt az ajtónak, minden, minden, ilyenre, nem kanyaró, hanem valami más, mondom, majd eszembe jut. És, és elfogytak a gyerekkötetek. És Apám sokat dolgozott, anyám, nem is tudom, hát anyám is, de nem akartam mondani, hogy vegyenek új verset. Ott volt az a sok könyv apámnak a, a könyvszekrényében. Oda mentem, és néztem, hogy melyik a legvastagabb, mert az most soká fog tartani, és levettem, és az történtesen a háború. Háború és béke, és béke annyira tudtam. De annyira tetszett nekem, tudnék. Amikor vége lett, akkor borzasztó szomorú voltam, hogy ki kell jönnöm ebből a világból, és nem tudom, hogy mit, mi, mi lesz a folytatás, és miért kell kijönnöm ezek, ez, ebből a családból, ebből a, ebből, ezek közül az emberek közül, mert úgy tetszett nekem, és annyira szerettem. Utána már láttam, hogy ez most ennek vége, ez most kell valami mást keresni, és akkor mentem és az összes doszolt levettem a, a polcról, és most nagyon sajnálom, hogy most nem olvasom őket újra, mert biztos, hogy egész mást olvasnék, mint a szemben. Más valószínűleg. Ugye? Igen, van olyan egyébként, amit többször újra olvasott élete során és mást és mást mondott. É, hát, mint mit, a micimackó. Hát persze. <laughs> De ez, egy, ez, ez nagyon érdekes, hogy a micimackót időről időre újraolvassa? Hát ezt mindenki időről időre újraolvassa, mert hát az azt mondják a nagyokosok, hogy, hogy lehet, hogy csak a magyar bicimacko annyira fantasztikus, mert a Karinti az úgy fordította, hogy a magyar bicimacko az egy külön bicimacko a világban, nem a in-de-pú. Igen. És, és, és tényleg, hogyha az ember. Én ezt próbára tettem az unokáimmal, akik most már nagyok, már érettségizik az egyik. És és elkezdtem olvasni nekik a Michi Maszkot, és másnap gondoltam, hogy hát ez most már eléród a micimaskó, olvasunk valami mást. Kérdeztem tőlük, hogy mit akartok most, mint olvas. Mici A <laughs> hányszor nálunk aludtak, mindig a micimaskót akarták. És akkor én elolvastam, akkor kezdtem másodszor olvasni, mert felnőttként akkor nem olvastam még újra. Ez azt jelenti, hogy most 18 éveseket lehetett annak 14-15 éve, igen. Igen. És újra olvastam, és hát font, megdöbbentem, hogy, hogy, hogy ez egy másik könyv, ez nem ugyanaz, mint amit én gyerekkoromban olvastam. És, és aztán megpróbáltam, és, és aztán végig gondoltam, hogy igen, igen, a bűn és bűnhődés se ugyanaz, meg, meg, hát valószínűleg a, a Hábor és Békese ugyanez, de annak még nem mertem neki fogni, ez túlságosan vastag. És állandóan adódnak újabb és újabb könyvek, amiket az embernek el kell olvasni, mert ezek most fontosak, és nem tud neki vágni egy régi jó vastag, pedig el kellene kezdeni. És keres még ma is verseket? Hát keresek, hogyha, hogyha lemezt csinálok, főleg akkor, de egyébként is. És vannak felfedezéseim, költői felfedezéseim. Na, mi volt a leg, vagy ki volt a legutóbbi felfedezése? Hát, hogy legutóbbi, azt nem mondanám, de egy olyan költő volt, akit, fantasztikusan jó gyerekverse, nem csak gyerekverseket, felnőtt verseket is ír, aki vidéken él, és nem nagyon ismeri a per sem a pesti közönség, sem a pesti szakma, mert irogat azért az ésben néha megjelenik egy-egy verse, de én vidéken ismertem meg, Nyíregyházán két előadás között unatkoztam, és ott a kezembe került egy helyi kötet valami. És Hát annyi, olyan jó gyerekversek voltak benne, mondta, hát miért? Ne? Hát ezt én miért nem ismerem? És úgy hívják az illetőt, hogy Fecske Csaba. Én ismerem személyesen ismerem. is. Hát, na, igen. Hát, és aztán... <laughs> Onnan származik, ahonnan én. Igen? igen. Tényleg? Igen. És hát utána ő elküldte nekem, a, a, ami az életéről megjelent azt a könyvet, tehát tudom, hogy, tudom, hogy kicsoda. És és fantasztikusan jó verseket ír, felnőtt verseket is, de a gyerekversei szellemesek, olyanok, amilyenek nekem kellenek, amilyeneket én szeretek. És azt én felfedezésnek tartom, mert nem sokat beszélnek róla, nincs, nincs a, 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 a sztárok között, de mégis nagyszerű. Ez nagyon fontos, hogy milyen versekkel találkozik, a, akár az óvodában, akár még, korábban mondók a formájában, mikkel igen. találkozik a, a, gyerek. Hát igen, igen. Az a, a Bródi, amit írt nekem gyereknapra, a rendkívüli gyereknap című verset, mert abban a szövegben benne van, hogy sok múlik azon, hogy mit hallgat, és mi az, amit lát, mert előbb-utóbb a gyerekeké lesz az egész világ. És ezzel tökéletesen megírta azt a két mondatot, egy mondatot, ami, ami a lényeg. Megfigyelhető bármifajta akár ciklikusság, akár ilyen hullám, hullámzás a tekintetben, hogy időről időre mely dalai a legnépszerűbbek, vagy mi az, ami egy picit lekerül a, a reperto. Tehát, hogy van-e bármi mintázat, amit meg tudod már figyelni? Csak... Egy, csak egy apróságot tudtam megfigyelni, de nem tudtam, nem tudtam hová tenni, illetve tudom most már hová tenni, mert amikor én elkezdtem énekelni, akkor majdnem minden óvodában volt egy lebesztőlem most, most rengeteg na, nagy a konkurencia, és melyik óvónő melyiket veszi meg, vagy melyik tetszik neki, azt játsza le a gyerekeknek. De ahol én ezt észrevettem, az amikor megjelent a második lemezem, és a sehal se lát dömötör rajta volt, hát azt minden gyerek fújta előről, hátulról. És ma nem nagyon ismerik a gyerekek. Tényleg? Yeah. Ez, ez, fur, ez meglep van másik olyan dal, ami ehhez hasonlatos, ma a pa, Panda Maci szeretik a papanda, da papanda, panda, 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 de a régi gyerekek azok meg a, azok meg a vörös verset szerették nagyon, és nagyon jól ismerték. A, igen, a, nekem az dövért. ákombákom. Meg az ákombákomot is szerették, de azt ma is szeretik. Igen, Igen. igen mert biztos a ritmika is azért nagyon sokat nyom alatba, hogy, hogy mennyire megjegyezhető, mennyire izgalmas valaminek. De nem tudom, ez csak találgatás. Igen, valószínűleg, igen. De, de most, ha már ide erre erről beszélünk, akkor, akkor azért azt meg kell mondanom, hogy én a Hungarotonnál kezdtem, és talán tizen, mondjuk 73-tól vagy 73-tól, vagy 72-től, 89-89-ig dolgoztam velük, az hány év 17-16. És nagyon-nagyon népszerű dalokat csináltunk akkor, és az volt a kezdet, és az, az alakította ki azt, amit én elkezdtem tulajdonképpen csinálni. És ez a hungaroton, ez gyakorlatilag megszűnt CD-ket csinálni, hanem mindenféle más módon népszerűsíti a dalokat, amiket kiadnak. És olyan aranyosak voltak. Mert azóta én dolgoztam az IMA-jal főleg, uh -huh. és aztán az univerzállal, akik átvették az IMA-tól. De most már az univerzális is megszűnt. Vagy azt hiszem, hogy megszűnt, nem tudom. Hát átalakulóban van nagyon sok minden, ugye itt a digitális lemezkiadás miatt. És a, és, a, és, a, és a Hungaroton az olyan aranyos volt, hogy az 20, 28 dalt kiadott egy CD-n az én leg legnépszerűbb, a, 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 annak a 17 évnek a legnépszerűbb dalaiból. És csináltunk belőle egy egy CD-t, de nem rendeltek eleget, úgyhogy most épp az azt hiszem nincsen belőle, de lesz szállítólag, mert hát nem gondolták, hogy van még, aki CD-t vásárol. Pedig egyébként most jönnek vissza a, a fizikai hanghordozók a divatba, úgyhogy kazetta is, CD is, vinil is, úgyhogy most ez a tendencia. Na, és ha már itt tartunk, akkor olvastam egy, kaptam egy hírlevelet néhány nappal ezelőtt, hogy Konzsuzsának megjelent egy nem mindennapi albuma, amin szerepel egy duett, ami egészen szokatlan, yeah. a Devecseri Gábornak, ha Igen. jól emlékszem, Igen. ugye az állatkerti Igen, útmototó, Igen. Állatkert. mert hogy a lemez még nem hallhattam, mert annyira friss a hír, Igen. de hogy az eredeti hangfelvételeket felhasználva Závodi Gábor új duettet alkotott, tehát egy nem létező duettet alkotott Igen. most meg. Erről tud mesélni egy picit? Tehát, hogy ez milyen érzés, amikor a régi felvételből valami teljesen hát újat varázsolna? Ezt, ezt az állatkerti útmutatót, ezt, én, ezt más szakaszokat énekeltünk. Voltak azonosak is, de voltak különböző szakaszok is, amik a, a, a különböző, az ő felvételén meg az enyémen is sikerültek, vagy felvételre kerültek. És az én viszont többször felvettem ezt az állatkerti uh -huh. útmutatót különböző lemezeken, és ez az első, ez az első felvétel, amit a Zsuzsa beletett. De én kértem, hogy ne azt tegye, mert akkor még nagyon félénk voltam, és nagyon visszafogott. De azt mondta, hogy hangnemben és ez illett a legjobban, úgyhogy ezt tette bele. De annak az, az a lényege, hogy az alapokon változtatott az ávodi. Igen. És a dalok azok maradtak a régiek. az nem volt, hanem új alapok vannak, és egész meglepő néhol van egy, a cipőnek van egy dala, ami egy egész más alapon, egészen hihetetlen. De nagyon szép lett, szóval szép az egész, és szerintem nagy siker lesz, mert, mert nagyon jók, a, jók a, a dalok. De nem csak én velem énekelt a zsuzsa, velem az állatkertit énekelt el, de elénekelhetett volna még más másik három-négyet is, amit mind a ketten énekeltünk valamelyik lemezen, de de megkérte a, a, a Csákányi Esztert, és megkérte a kit is, várjunk csak még, az is egy katonás csaj, a a, a, a ő, Jordán Adél. Jordán Adél, így, így van. van és jut. mind a ketten én tüneményesen éneklik a magukét, a Zsuzsival együtt. Ez nagyon izgalmas vállalkozás, igen. úgyhogy igen. várom, hogy Jó ötlet én volt, is. igen. Jó. igen. Na, egy kicsit színházazunk is, már az is nagyon-nagyon izgalmas. Most, ahogy készültem az adásra, nagyon sok régi portréműsort megnéztem, interjúkat, és az, az volt az érdekes, hogy Ön arról beszélt többször is, hogy a, a színházi pályája elején kifejezetten aggódott amiatt, hogy, hogy majd beskatujázzák komikaként. Ha. És most volt egy nem olyan régi műsor, ahol pedig a Lukács Sándor megemlítette, hogy... És egyébként pedig a Halászuditról talán nem mindenki tudja, hogy milyen kiváló komika. Hát, hogy igen. ez egy milyen szép karrierív, hát, hogy nem volt mi, nyilván nem volt mi miatt aggódni, csak hogy, hogy mennyire sok mindenféle egy olyan pályában, amit ennyire ö, szépen lehet. milyen igen. szép hosszú. <laughs> csak hogy nem. Szóval az az igazság, hogy a fiatal nők között nagyon kevés olyan színésznő van, vagy egyáltalán főiskolára, illetve egyetemre jelentkezők között, akinek humoruk van, akiknek humoruk van. És hát engem tulajdonképpen a Várkonyi vett fel a főiskolára, és csupa humoros, egy humoros verset mondatott el velem, egy humoros jelenetet játszatott el velem. És amikor az első televíziós fel... De én tudom, hogy ő meg, megbékélt, és megbarátkozott, és megörült annak, hogy itt van egy nő, aki, aki egy lány, akiről megjegyezte, hogy van humora, és erre majd lehet számítani vígjátékban, amikor fiatal lány szerepről van szó. És akkor ráadásul amikor már felvettek a főiskolára, akkor az első, az első film, amiben mi játszottunk, az egész osztály tulajdonképpen, a lány szereplők majdnem, majd nem mindannyian, az is egy, egy vígjáték, az én szerepem egy mulatságos szerep volt, egy serfes kis csaj. És, és amikor oda szerződtem a vígszínházhoz, a Várkonyi gondolta, hogy lesz neki majd most egy jó kis komikája, akkor azt mondta nekem, hogy nehogy azt itt, hogy fanfatálokat fogsz játszani. Én meg nem túlztom, nem volt, hogy honnan gondolja ezt, hogy én azt gondolom magamról, hogy én fanfatál vagyok. Hát egy kislány voltam tulajdonképpen. És igazából csak a lovak érdekeltek. És, és, és akkor azt mondtam, a, hogy jó, hát nem hiszem. Mert vígjátékokat fogsz játszani. És tényleg vígjátékokat játszottam. A Marcel Asar az egy nagyon híres francia bulvárszerző volt, meg még mások is, és ezeknek a darabjaiban játszottam. Nagyszerű partnerekkel, Benkő Gyuszi, Bánki Zsuzsa, Bárdi Gyuri, később, aztán majd az, az még csak a következőkben volt, de ezekkel játszottam, és egyszerűen meguntam, hogy én nekem folyton ilyen cserfes kislányokat kell játszanom, és jó pofizni kell. És már nagyon szerettem volna valami, ahol a lelkemet megmutatom. Egy kis csehovot kérek szépen, vagy valami hasonló. valami tragédiát. <laughs> és nem jött, még nem aztán Kapás Dezső, aki a mikorosztályunkból valósz való rendező volt, de korán meghalt sajnos. Ő rendezett, átírt egy krúdit, az első színpadon megmutatott krúdi előadás volt a Vörös postakocsiból mm. ahol én játszhattam ezt a szerepét. Hát ilyen boldogságot velem madarat lehetett fogadni akkor. És a partnerem Darvas Iván volt, meg Tajtót Laci, és játszott benne Bulla Elma, és nagyon sok mindenki más a színházból, a nagyszerű színészek. És és volt az első nem komika szerepe. De amikor én játszottam ezeket a végjátékokat, én nem tudtam, hogy a Várkonyi megtanítatta velem a szakmát. Ugyanis a végjáték az egy, az egy iskola. Azon meg lehet tanulni, hogy mi az, amikor poén lesz valami, és mi az, amikor ugyanaz nem lesz poén. Mi az, ahogy, amikor el, csendet lehet teremteni a nézőtéren, mi az, amikor soha nem fognak pedig szeretnéd. <gül> <gül> és mi az, ami, ami, hogy, hogy, ez mégis hogy működik. De azt a vígjáték megtanítja az embernek, mert vagy csalódik, hogy ez nem sikerült, mert itt kellett volna, hogy nevessenek, vagy elmondasz valamit, amiről röhög a közönség, és fogalmad nincs róla, hogy miről. Te jó Isten, miért, miért nevetnek ezek? És végig gondolod az egészet, szóval, hogy jaj, de hülye vagyok, hát ez se jutott eszembe. Hát és, és egyébként ez is egy olyan mozzanat, mint amit az általános iskolai tanítónővel kapcsolatban említett, hogy meglátni Halász Juditban azt, hogy ő alkalmas a komika szerepre, miközben egyébként nem biztos, hogy magától ez jutott volna önmagáról eszébe. Nekem? Igen. Biztos nem az jutott. <laughs> Tehát, hogy ez is azért egy pedagógiai, nem is tudom, ez, ez is ez a figyelem, hogy, hogy meglátni valakiben, hát, hogy ez igen. menni fog, és ez majd az ő pályáját szolgálni fogja később, és nem ragad bele ebbe a skatujába. Igen, igen ez, ez, ez is figyelem. Ez a, ez a várkonyi figyelme volt. De egyébként, egyébként tényleg azon, azon múlik, ami hát nem egy nagy, hogy is mondjam, nem kell hozzá nagy tehetség, hogy azt az ember észrevegye, hogy kijön be a színpadra. Hm. Ugyanis ez, hát ez már lassan egy tétel. Hogyha két ember bejön a színpadra, vagy átmegy, az megáll középen, rád néz, utána kimegy, és nem marad benned semmi, nem hmm. érdekel. Utána bejön egy másik, megáll a színpad közepén, előre néz, rád néz, és mondod, hogy miért megy ki? Hát jöjjön vissza, hát ezt látni akarunk. Hmm. És hogyha valakivel ez így meg tud történni, akkor, akkor, az fel van fedezve. Szóval az, az, az tehetség. Az, az, a tehetség. És a Várkonyi mindig azt mondta, hogy a, a színpadi jelenlét az a színész legfontosabb tulajdonsága. És ezt meg kell érteni, hogy mit jelent az, hogy színpadi jelenlét. Ugyanis egy szerep az nem mindig főszereplő egy bizonyos jelenetben, vagy egy másik jelenetben, de bent kell lennie a színpadon, és jelen kell lennie, hiszen egy jelenet végeztével ott marad a színpadon, akkor nem szűnik meg létezni. Tehát a figurának, a, a, szerepnek, akit játszik, annak tovább kell élnie. Tehát jelen kell maradnia. És ezt kevesen tudják. És azt meg kell tanulni. Egyrészt meg kell tanulni, van, és van, aki nem is képes megtanulni. Hát a másik, ami számomra a legrejtélyesebb, hogy a színpadon rengeteg váratlan dolog történhet. Tehát, hogy nem, nem nyílik, nem, nem működik, nem tudom. Tehát, egy csomó diszlett jelmez, szöveghiba, bármi előfordulhat. Hogy ezekre hogyan lehet jól reagálni, vagy mi segít abban, hogy az ember jól reagáljon a váratlan helyzetekre? Ezt nem tudom. <laughs> Ezt nem tudom, de megtörtént velem. Igen. Igen, meg az is megtörtént, hogy én. Az első, amire konkrétan emlékszem, hogy azt hiszem a testőr ment a Vígszínházban, a rutkaival és a darvassal. <kül> és én akkor mentem, kerültem valamikor a vixinházba, nem, nem sokkal később volt, mint amikor én a Vígszínházhoz kerültem. És hát a, valahonnan a, a, a föntről, a, a zsinórpadlásról egymás mellett állt a darvas és a rutkai. Mint házas pár a Aha. testőrben. És valahonnan a zsinórpadlásról egy egy nem tudom kicsoda, egy világosító nem tudni kicsoda, Lejtett egy kést, egy bicskát. Ha! És kettőjük között állt meg a színpadon, úgyhogy beleékelődött a deszkába. A darvas láttam, hogy olyan dühös volt, fölnézett, és nem, nem tudtam, hogy mit fog csinálni. De, jó De a rutkai, akinek működött a színész agya, az fölkapta a bicskát, és azt mondta, hogy látod, édesem, a Marinak egy kéményseprője seprője van, majd odaadom neki, hogy jobban vigyázzon legközelebb a dolgaira. Úristen! Hát ehhez mekkora... Rögött a nézőt, és mehetett tovább az előadás. De mekkora lélek jelenlét kell ehhez? E ezt nem is tudom, ezek színészi agyak, amik, amik nem tudja az ember, hogy hogy fog működni, hogyha ez megtörténik. Velem történt egyszer egy hasonló, és én nekem is működött, és én se tudom, hogy hogy működött. Ezt elmeséli? Hát e nem, nem színházi előadáson, hanem koncerten. Vígszínházi koncerten. Télen. Karácsonyi uh -huh. koncert. De le voltak a... A macagok, a, 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 a mocsiek ezt ilyen. A kábelek? Kábelek, igen. A kábelek le voltak téve többszörösen a zenekar és a nem tudom miközé. És én jöttem be, és úgy jövök be, Kezdet, kezdete óta, hogy csilipiri, csilipiri szabszab. De először beszaladtam a színpadra a mikrofonommal, és ahogy jöttem be, valahogy megakadtam eb egy kábelben, és hasra estem. Oh. De úgy hasra estem, hogy öt métert csúsztam előre a nézők. Pont így álltunk meg ilyen közelben az első sor is, és, és én közöttem. De a, a mikrofont azt föltartottam, hogy nehogy szét. Ne, nehogy tönkre menjen, és volt annyi lélek jelenlétem, tudtam, annyi átszaladt az agyamon, erre világosan emlékszem, hogyha most látni fogják, hogy én nekem ez hogy fáj, és hogy nem tudom, hogy hogy fogok felállni, és nem tudom, hogy fogom végigcsinálni az előadást, akkor fölösleges volt ezt az egész mai napot meghirdetni. És fölálltam, és hogy hogy jutott eszembe, azt nem tudom, de azt mondtam, hogy látjátok, így csúszik odakint, hát tél van, ezért nem szabad szaladgálni, télen az utcán vigyázzatok. <laughs> és mehetett tovább az előtt, jót rögtek, én azt hittem, hogy a lábam leszakad, a, a nem is tudom, a vállam, a mindenem, alig tudtam felállni, de aztán az elmúlt, mert a színpadon minden fájdalom elmúlik, és aztán végig tudtuk csinálni az előtt. De hogy nekem ez hogy jutott eszembe, fogalmam nincs róla, csak tudtam, hogy nem szabad fájdalmat mutatni. No. A gyerekek között egyébként hatványozottan előfordulhat bármi váratlan. Sőt, elő is fordul. Nekem a keresztapám bábművész, és neki van egy ilyen Igen. legendás történet, ő a Barta Tóni. Ah. És volt annak idején egy olyan vásári bábjátéka, amiben egyszer csak ilyen füst, meg kereplő, meg nem tudom, mi közepette megjelenik az ördög. És az egyik gyerek bekiabálta, hogy Jé, a Batman! <tosan> és nyilván mindenki minden felnőtt ordítva röhögött a nézőtéren, a gyerekek teljesen lázba jöttek, és akkor keresztapám felbukkant a paraván mögött, és kiszólt, hogy á, csak egy ördög. <tosan> <tosan> Nyilván ez is az, amikor leregálja az ember, de hogy van olyan, amikor, amikor a gyerekek azért még képesek önt is mell meglepni azzal, hogy, hogy mire, hogy reagálnak. Hát, ha már sztorizunk, akkor hagyd mondjam el, hogy az én első, a, a, az első, egyik első, a, a középső unokám, talán négy-öt éves lehetett, amikor engedtem, hogy a két nagyobb gyerek, az öt éves, meg a, vagy a négy, és fél, meg a hat éves, azok eljönnek a Szilviát megnézni a színházba. És eljöttek, beült, beült a papájukkal, vagy a, a nagypapák, már nem emlékszem, kivel voltak, de elkezdődött az előadás, és a középső unokám megszólalt, hogy hát ez 3D-ben van. De jó hangosan, hogy azért mindenki hallja. Úgyhogy hát vannak ilyen egészen furcsa tónk, de... És hogy lehet egyébként, ha egy felnőtt csinálna valamit, ami megzavarja az előadást, vagy kizökkenti, akkor nyilván az, az azért egy, egy durva dolog, egy, egy tiszteletlenség. Na de a gyerek az nyilván nem mindig van azzal tisztában, hogy mit szabad, mi a valóság. Mi, tehát, hogy hallottam mesélt arról is, hogy volt olyan kislány, aki megdöbbenve tapasztalt, hogy ha lesz Judit, az oh, egy jaj, létező igen. személy, igen. és nem egy igen. képzeletbeli figura, mint a télapó, vagy nem tudom. Tehát, hogyan lehet partnerként ö, reagálni ilyen helyzetekben, és nem, nem megsértve érezni magát az embernek, hogy, hogy megakadta a folyamat a színpadon. Nem, nem akadhat meg a folyamat a színpadon, és az a nagy differencia a színházi előadás és a koncert között, a, gyerek, a gyerekeknek szóló, vagy ma már családoknak szóló koncert között, hogy a színházi előadáson a másik színész a partnerem. Uh -huh. hozzá beszélek vele játszom, ő a játszótársam. De a koncerteken a gyerekek. Tehát ők a partnereim, ők a játszótársaim, velük kapcsolatban maradnom és velük kell kapcsolatot teremtenem. És hogyha valamelyik gyerek másképp viselkedik, annak oka van. És eleinte nehéz volt azt nekem ki és hogy mi lehet az oka, hogy bizonyos gyerekek másképp viselkednek, mint a többiek. És hogy kell ezt lereagálni, hogy kell ezt tisztázni. Mert hogyha csak azzal az egy gyerekkel kezd el foglalkozni az előadó, aki másképp viselkedik, mint a többiek, akkor a másik 500 az hülyére unja magát. Uh -huh. Nem lehet, ezt nem tehetem meg. De ha nem veszem észre, akkor a többi 500 az hallja, hogy én nem veszek észre semmit, ami ott történik. Uh -huh. Tehát észre kell. De hát erre aztán először, először nagyon, nagyon megijedtem, hogy hogy fogok erre, hogy, hogy hogy, lesz ennek vége. De amikor, amikor sikerült, ezt, sikerült ezt valahogy, méghozzá úgy sikerült, hogy, hogy én rákérdeztem, hogy miért mondott valamit, és ő rákérdeztem, hogy miért nem. És akkor, ugyanolyan lehetetlen dolgot válaszolt, hogy csak mert, nem tudom. Ide mondtam, most én énekelek, de előadás után várjál meg, és akkor megbeszéljük. És ez működött akkor. Másiknál nem, másiknál másképp kellett. Tehát minden alkalommal másképp kell, de fel kell rá készülni, hogy ez előfordulhat. És az előfordulásnak az az oka, hogy az a gyerek, akivel ez megtörténik, aki így viselkedik, annak annak valamilyen, nem akarom ezt mondani, hogy pszichés baja van, vagy bánata van, hogy arra otthon nem figyelnek eléggé, hogy annak nincs kinek elmesélnie azt, hogy mi baja van, vagy miért olyan, amilyen, hogy mi vitte őt arra, hogy másképp viselkedjen, mint a többiek. De ha valaki őt meghallgatja, és megpróbálja megkérdezni tőle, hogy azokat a dolgokat, amik, amik őt rávezetik arra, hogy, hogy miért viselkedik másképp, az az, 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 nyer, az, az, az nyerő. <laughs> Tehát én utána volt olyan gyerek, amelyik tényleg így viselkedett, és a végén, amikor megvárt, akkor már nem akart hazamenni. <gül> <gül> Ez egyszerűen nagyon szép, meg nagyon szomorú is. Hát igen. Igen, de hát vannak ilyen gyerekek, és ezt nem lehet kitörölni a, az életünkből, és azokat a szülőket se, és azokat a pedagógusokat se, akik netántán létrehozzák ezt a, ezt a viselkedést. De én nekem jótápa tapasztalataim vannak a saját pedagógusaimmal, úgyhogy én nem mondok semmi rosszat róluk. Ez nagyon fontos szerintem, hogy beszéljünk a jó tapasztalatokról, mert azért panaszkodni ö, van ok, tehát hogy azt gondolom, hogy Igen. nagyon sok ok van, de az nagyon fontos tényleg elmondani, hogy mennyit számít egy olyan pedagógus, aki meglátja az embert, meg meglátja az emberben. Nagyon a... sok a lehetőséget. A, amikor minket engem felvettek a főiskolára, akkor a, az akkori magyar, a Szilágyi belé magyar tanárnőnk, az nagyszerű magyar tanárnő, ez nagyszerű tanárnő volt. Szilágyi Péternének hívták. Minket vitt végig az iskola és uh -huh. egyébként pedig szakfelügyelő volt. És azt, amivel mi hárman akartunk az osztályból felvételizni, és megkértük, írtunk levelet a főiskolára, hogy ezt jelenetekkel szeretnénk egyszerre hívjanak be, és behívtak egyszerre. És az egyik, az egy Figaro beli jelenet volt, Kerubin, Suzanne, Marcelin És mi ezt egy francia nyelvű klubesten adtuk, én franciás osztályban jártam, uh -huh. francia nyelvű klub, klubesten adtuk elő, és, és ö, őrült sikerünk volt vele ezen a francia nyelvű klubesten És akkor azt mondtuk, hogy mi minden századik magyar órán, mert hát meg szoktunk ünnepelni, ünnepeljük úgy, hogy megtanuljuk a, a Bómársét magyarul, és ott elő fogjuk adni valami másik jelenettel, amit tanultunk, amiben szintén van három nő, mondjuk a Bánkvámból Bang Izadóra, Izi, vagy Izidóra, és, és Gertrúdi, és és Melinda, és azt is megtanultuk, és ezt előadtuk a magyar órán, és hát borzasztó nagy boldogság volt, ott is nagy sikerünk volt, és mentünk felvételizni. És egyszer csak mit látunk, hogy Éva néni, Szilágyi Péter aki már akkor nem tanított tényleg sehol, hanem szakfelügyelő volt, de nem egyetemeken, hanem Aha. középiskolákban, ott ül benn a felvételi bizottság szélső székén. Uh. Kiderült, hogy az Éva néni olyan kíváncsi volt, hogy bekéreckedett. Azt mondta, hogy kérem, én egy szakfelügyelő vagyok, és szeretném a felvételi vizsgát megnézni. És beengedték. Hát jöjjön, hát a szakfelügyelő jöjjön be. Nem részletezte, hogy épp a saját Nem tanítványai. Nem amikor a Várkonyi azt mondta nekünk, hogy kitanította be ezt maguk. Nem ő tanította be, de azért, hogyha volt valami gigszer valahol, azért ahhoz hozzászólt, és ismerte a produkciót. És akkor mondtuk, hogy senki, ezt mi franciául tanultuk, a Várkonyi azt mondta, hogy akkor folytassák franciául. Mondtuk, na jó, de hát ennek már két éve, hogy franciául, hát már elfelejtettük, azt, jó próbálják meg. És meg kell próbálnunk, és négy darabig ment is franciául, amíg eszünkbe jutott a régi szőve És aztán csak azt láttuk, hogy az Éva néni a közepén felállt, és azt mondta, hogy köszönöm szépen, Ő már eleget hallott. Igen, Igen úgyhogy ez nagyon érdekes. De meg ez, ez mennyire csodálatos, ez az elhivatottság, meg ez a tény. Tehát ez egy nagyon szép történet, arról, hogy mennyire igen. mennyire lelkiismeretes egy jó tanár. Hát, igen, igen. igen. Hmm. Szóval vannak jó tanárok, ez most néha a az unokáimnál is látom, hogy van, akinek van jó tanára, van, akinek nincs jó tanára, de hát ugye nem lett mindenki olyan jó tanár, de, de vannak nagyon jó példák arra, hogy hogy lehet a gyereket megtalálni azt, ami, ami jó, és, és, segíteni abban, hogy folytassa, hogy ne hagyja abba ott, ahol jó. Ugye szokták azt is mondani, hogy a, a jó rendező is pedagógus. Itt elég kell, nagy százalékban egyébként itt. azt itt. gondolom, hogy az pedagógia is, hogy hogyan működik egy próba folyamat, vagy egy embernek a saját próba folyamata hova fog kifutni. Arra vagyok kíváncsi, hogy volt-e olyan a pályája során, amikor valami olyasmit hozott ki önből egy rendező, amiről ön egyáltalán nem gondolta, hogy ez önben ott van? Hát ez most így hirtelen, végignézném a szerepeimet, akkor lehet, hogy eszembe jutna de így hirtelen nem. De az mindig jobban érdekelt, hogyha valaki olyan szerepet bízott rám, ami, ami, amiről nem gondolták volna, hogy én vagyok. Uh -huh. Egy szerepet nagyon szerettem, amit, ami nem főszerep volt, hanem egy epizód. Egy Tennessee Williams darabban, amit a Ruszióska rendezett. Az Orfeusz Alászálban, ahol a Rutka Éva és a Lukács játszották a két főszerepet. Én egy Caroline nevezetű lányt játszottam, és valami egészen más külsőt öltöttem, mint amilyet én egyáltalán szoktam visel, viselni. A jelmeztervezővel nagyszerűen találtuk ki a ruhát, és hát az, az nagyon fontos, hogy együtt tudjanak működni a jelmeztervező meg a, meg a színész, mert nagyon nagy szomorúságot és, és bosszúságot tud okozni egy jelmeztervező, akivel másképp gondolkozik a színész, uh -huh. akinél külön módon. E, és, és hát itt sikerült összehozni az egészet. Egy órával korábban mentem be a szokásosnál, mert hosszú hajam volt akkor jóval hosszabb, mint a nem vállam ígérem jóval hosszabb, és azt egészen olyanra Mindegy, szóval besütöttük olyanra, mint hogyha nagyon sűrű lenne uh -huh. ilyen, hogy hiákezti, ilyen da, nagyon, elmondt, nagyon, nem, igen, milyen, göndör, igen. Nagyon göndör lett volna, és egy, egy nagyon érdekes ruhát vettem, és egy nagyon ócska kabátot, és nagyon jó volt az egész külsőm. És ott és ott már az, az megindított engem, és akkor jelent meg a Simon és Garfunkelnek az, a, az, a, az, a lemeze, amin a, amin a, a, a I don't náj, háj, na náj, náj, Hogy mi az, melyik ez nem a... Dalci a... Dal megben nagyon rossz én tudom, vagyok. Tudom, én tudom, hogy ez melyik a, a, I'm just a poor boy, though my story is seldom told. Teljes my csőd vagyok. I was gone my resistance. Igen, absz én abszolút ismerem, csak a címeket nem a tudom a, megjegyezni. A, dal, a, láté, soha. a dal címét én sem én se Na ez ment, amikor bementem is, borzasztóan. az zene az egyébként is nagyon hat rám mindig. És ez egy fantasztikus, új, akkor volt új ez a dal, és új volt a dal, és nagyon új volt a külsőm, és a szerep meg nagyon jó volt, nagyon más, mint amilyen én vagyok, és a Jóska meg egy nagyon jó rendező volt. És arra nagyon-nagyon szívesen, és azt olyan kevesen látták, az akkori igazgató az éppen külföldön dolgozott, és sosem nézte meg. Nem is tudom, a férjem azt hiszem az is külföldön volt, és sosem nézték meg. Úgyhogy e, arra csak úgy emlékszem vissza, hogy azt én tudom, hogy az is, a Ruszuska meg meghalt. És a, az Éva is meghalt, a, 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 a Rutka Éva de de arra emlékszem meg, meg, meg arra is emlékszem hogy az is egy nagyon mulatságos dolog volt amikor először játszottunk Johneskot uh -huh. mert mert én láttam ezt az előadást, azt a világhíres párizsi előadást, ami benne van a. Milyen könyvnek hívják, amiben a legtöbb, a leg, legtöbb előadás, a legnagyobb izé, a legfontosabb. A ja, leg... a rekordok könyve? A, hát, vagy mi könyve, de nem úgy hívják, hanem valami másnak hívják. Mindegy. Szóval amiben a legek könyvében. Uh -huh. és, és az üset színházban játszák Párizsban. 80 éve, nem Igen. tudom, hát rettentő régen, és azt megnéztem azt az na ez az, amiben nem akarok soha játszani, borzalmas. Ez borzalmas volt, tényleg, hát lehetett rajta, a, a 80, rajta volt az a száz év, amióta játszák, hiába cserélik ki a szereplőket, a szereplőknek is már könyökükön jött ki minden, meg az egész szörnyű. És mi meg nem játszottunk unesco mert azt nem, nem, lehetett játszani régen se unesco se bekette, se, szóval ezeket, ezek valahogy tiltva voltak nálunk. És először játszottunk unesco amiben a kopasz énekesnőben, Tahitót Lacival Smith-házaspát játszottunk, és, és az is nagyon-nagyon jó kis, jó kis külső volt, és jó jó, jó szerettük csinálni, mert őrületet, a bolondot, szóval így nagyon jót lehetett benne. Nem volt az a, az a szokásos bulvár uh -huh. de mégis minden szavunkban hozhattuk azt, ami belülről úgy éreztük, hogy humor. És nagyon jó volt, nagyon szerettük. Meg, meg, azt csak a rendezte, aztán ö, aztán ö, hát nem tudom, szóval so, sok olyan hát nem tudom, volt olyan, amit nem tudok megcsinálni, és megcsináltam. Az volt azok a legérdekesebb szerepek egyébként, amiről az ember azt hiszi, hogy ezt sose fogom. Különben nem mindig tudja a színész megállapítani, amikor először elolvassa, hogy ez, ez, milyen lesz, mert én az adáshiba, amiben én nekem óriási sikerem, utána lekopogom. <laughs> de, mert már ilyen hosszú idő múltán -e mondhatom, gondolom ott, ott ö, elolvastuk a darabot, és hazamentem, és ledobtam a példányt, mondtam, én játszom a legszarabb szerepet. <gül> <gül> és aztán a férjem elolvast, azt mondja, te bolond vagy, ez egy nagyon jó szerep, meg vagy te őrülve. Úgy neki hittem, de nem értettem, hogy miért mondja. És aztán a próbák folyamán valóban kiderült, hogy mennyi mindenre ad lehetőséget a szerep, de első elolvasás után csak úgy ledobtam, hogy ezt szed, ez egy vacak. <gül> <gül> Igen, Közben nem maradjon lógva a kérdést, Igen. megnéztem, azt hittem, hogy valami nagyon extra címe van. The Boxer az a címe, Simon Igen. and Garfunkel Igen, dalnak. Én a púrbolyra gondoltam, Igen, de The Boxer. boxer. Úgyhogy csak, hogy nem mondják, hogy így maradt nyitva a kérdés a végén. Babonás egyébként itt, hogy lekopogta? A... Hát, bizonyos helyzetekben, bizonyos szempontból, igen. Nem minden babonában hiszek, de vannak babonák. Mesél, hogy... Elmeséli, vagy az is, az is babonából nem mesélhető? Nem, mesélhet nem, nem, nem az ilyenekre, hogy lekopogom. Aha. Nem szeretem, a fekete macska megy át előttem, akkor megállok, és megvárom, amíg elmegy egy másik autó. <laughs> meg ilyenek, de nem, nem sok minden van ebben a kategóriában, hogy babona, de volt nekem egy idősebb kolléganőm, nagy tiszteletű Bulla Elma, aki olyan babonás volt, hogy abba aztán bele lehetett pusztulni. Hogyha premieren, hogyha sikere volt egy előadás, és mondjuk a premieren kölcsönkért egy szemceruzát, mert otthon felejtette a magáét, vagy nem tudom, nem volt, ki, nem volt jó az övé, akkor azt minden alkalommal átküldte az öltöztetőnőt, és azt a szemceruzát kérte el. De hogyha otthon felejtett egy fehér neműt, ami a premiéren rajta volt, és nem abba jött véletlenül az előadásra, akkor elküldte az öltöztetőt, nem lakott messze szerencsére a Igaz a jó. <laughs> Hazaküldte, hogy hozza el azt a kombinét, vagy a bagyagót, vagy a nem tudom micsodát, mert neki, ő csak abban tudja eljátszani ezt a szerepet. Hát igazából amennyire irracionálisnak tűnik, azt gondolom, hogy szerintem ez tök érthető, hogy megnyugtatóak ezek a, hát a ez rutinok. Megnyugtatja az embert, akkor persze. Mert van ilyen színrelépés előtti rituáléja? Nincs. Vagy, vagy neki indult néha egy-egy ilyen, hogy ebből aztán az lesz, de aztán elmaradt, mert elmaradtak a lehetőségek. Például nagyon szerettem azt, hogy mielőtt elkezdődik az előadás, én lemegyek, és a lukon kinézek a függöny. Függönyön lévő a -a. lukon me megnézem a nézőteret. De aztán elmaradtak a függönyök. Nem volt hol kinézni. <gül> <gül> <Kéntelem>. <gül> Azon gondolkodtam, itt a felkészülés közben hogy vajon mi volt az oka annak, hogy végül nem a sportolói karriert választotta. Tehát, az hogy nem volt karrier. Tehát az, az nem, nem volt lehetőség? Nem, nem, nem azért nem, mert akkor másképp volt a sport. Uh -huh. az, nem egy, az nem egy hivatás volt akkor, hanem egy sport. Mint hogy valaki elment, nem is tudom, atletizálni, a másik elment kézilabdázni, a harmadik elment nem tudom, minek. És és én meg elmentem lovagolni, de azért, mert mindent megtiltottak a szüleim, mert az messze van, az késő jössz haza, az veszélyes, az nem tudom. Szóval mindennek volt valami, mert egyetlen gyerek voltam, és sehová nem engedtek el. Uh -huh. és, és a lovaglás azt nem ismerték. Az annyira meglepte őket, hogy lovagolni, jó, hát akkor menjél. Úgyhogy ez, ez csak ez, ez volt az egyetlen kérdés, mert mert a, a, a mi időnkben, már mint az én középiskolás időmben, akkor arra sarkaltak a, a, a testnevelés tanárok, hogy mindenki válasszon magának valami sportot, hogy, hogy az életét ne otthon töltse és vakaródzon, vagy nem tudom mit csináljon, hanem minden nap menjen el egy edzése, vagy legalább háromszor egy héten. És voltak nagyon sikeres sportolók, osztálytársaim és és mindenki sportolt valamit. Én a lovaglást választottam, de az nem volt egy hivatás, én nem lehettem volna, abban nem tudtam volna megélni. Az egy sport volt, amit amit én aztán úgy hát igen, hát az lett a vége, hogy hogy én nem nem tudtam elmenni sehová, mert hétfőn ugyan lópihenő volt, akkor a lovak pihentek, de nekem tanulni kellett. De a többi napokon, a vasárnapot és a szombatot is beleértve, szünet nélkül, nyári szünet és egyéb szünet nélkül, minden nap ezzésre jártam. Uh -huh. Kijöttem a suliból, letettem a táskámat, valamit tettem ebédre, és rohantam a lovardába. Este hatig ott voltam, de mi csak egyik, vagy maximum kettőig jártunk iskolába, de inkább egyik uh -huh. csak és kettőre kim Azért az így is egy nagyon nagy fegyelmet igénylő dolog. Persze, hát, az a sport, pláne a versenysport, egy koncentráció. Én ott mindent megtanultam, amit, amit aztán a színészetben is meg kellett volna tanulnom, de már tudtam, mert megtanultam a sportban. Hát de pont a múltkor mondta itt a stúdióban a Szirtes Tamás, hogy egy, ugye ott kifejezetten zenés színházról beszélgettünk, és azt mondta, hogy, az, aki énekel a színpadon, az kifejezetten olyan, mintha egy, egy élsportoló életét élné. Tehát ugyanaz a fegyelem, fizikai követelmények, hát nyilván nem különbözik olyan nagyon egyébként egy prózai színész élete sem, e tekintetben, tehát annak is megvan a maga rutinja, egy csomó mindent úgy, úgy gondolom, meg úgy látom a, a színész barátaimon, hogy azért hétköznapi ember számára nem mindig egyértelmű, hogy ez milyen lemondásokkal, meg milyen, milyen rutinnal jár a színészi pálya. Hát az, 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 az 24 órás pálya, vagy nem is tudom foglalkozás. Az, az, állandó foglalkozás. Hát ez nevetséges dolog, de hát a pártos, az én osztályfőnökön Pártos aki egy kitűnő színész volt, az azt mondta, hogy ez egy hosszú meccs gyerekek. <laughs> és a 20 évesnek 20 évest kell játszani, a 70 évesnek 70 évest, és a fizikumodat és a, és a, a szellemedet ugyanúgy karban kell tartani. Mert ugyanolyan fontos akkor is, amikor 35 éves vagy, hogy, hogy, hogy kéznél legyen az, amit kell csinálnod, a, a saját fizikumot kéznél legyen, és az agyad is ugyanúgy mozogjon, és később ugyanez van. Tehát ez, 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 alap, ez, ez alapvetés volt. Tehát nem volt kérdés, hogy. És én azt gondolom, hogy az, aki sportolt, aki pláne, hogyha versenysportban megtanul bizonyos dolgokat, az ezt tudta, megtudta ezt, át tudta változtatni a, a másik foglalkozásra, vagy hivatásra, vagy nem tudom, bárminek nevezem, mesterségre. Tehát azt a koncentrációt, amit a színészet igényel, azt nekem borzasztan be kellett tartanom már lovaglás közben, is mert kitöröm a nyakam. Hát meg... Az, amit elmondott, hogy a színpadon, amikor a partnerrel játszik, illetve az, amikor a gyerekeket partnernek tekinti, ugyanígy a ló is egy. Tehát, hogy valószínűleg igen. abban is nagyon sokat adott a lovasport. Igen, igen, igen. Nekem nagyon sok mindent. Fegyelmet, kitartást, egymásra való figyelmet, csapatszellemet, mert hiába én csak a lóval vagyok kettesben, de mégiscsak vannak, e, szóval vannak olyan elvárások, amik, amik, szóval mi azért egy, egy csapat voltunk ott, én, én bhs -e voltam, Budapesti Honvédsport, ahol maga ö, Puskás is focizott, amíg itthon volt, de, de ezek sportegyesületek voltak, nem voltak magán lovardák, a falusiaknak, a vidékieknek lehet, hogy volt egy-egy saját lovuk, de Budapesten hát jóformán ilyesmi nem volt. Tatterzál volt, mi voltunk a Hidász utcában, uh -huh. a Pasaréten, és nem volt olyan, hogy, hogy hogy, hogy valaki abból megéljen. Hát lehet, a lótenyésztő az lehet, hogy volt, és a lótenyésztőnek lehet, hogy volt lova, de azok meg TS-ben, vagy mit tudom én, mibe voltak, nem tudom. De hát ilyen magán intézmények akkor nem voltak. Van olyan lova, ami nagyon emlékeze, vagy aki nagyon emlékezetes volt az ön számára, nem a saját lóra gondolok, hanem akivel együtt edzett, együtt sportolt annak idején. Hát persze, Nekem saját lovam nem volt. Az volt a saját lovam, akivel együtt Igen, úgy értem, lóvom. tehát, hogy nem arra, hogy, hogy azóta már lett saját tulajdonulóva, azt nem tudom, csak hogy azokból az időkből, aki olyan nagyon Hát Jó persze, emlékek. Persze, persze, persze. Karesznak hívták, teljes nevén karakán, és egy arab félvér volt. A, a, a dilettások azt mondanák, hogy egy fehér ló volt, de a fe, fehér ló az az, amelyiknek rózsaszín a bőre. Oh. És neki szürke volt a bőre. Tehát ez ez az, szürke. amire azt mondják, hogy arab szürke? a, régi irodalmi nyelvezettel? Hát igen, igen. Szóval, de minden, minden lónak, amelyeket fehérnek látunk, mert fehér a szőre, az csak akkor fehér, ha, hogyha a bőre is, a bőre rózsaszín. Az összes többi hiába látjuk fehérnek, ha, ha a bőre nem rózsaszín, hanem szürke, akkor a szürke. Na, értem tehát ezek szürke lovak, de ez egy arab félvér volt, szürke, és borzasztóan jól megvoltunk egymással, a legjobb barátom, a testvérem, a mindenem volt, nagyon szerettem. És nem mentem nyaralni, és nem utaztam el sehová, és éjjel-nappal kim voltam, és, és már a végén ott tartottunk, hogy ha a, a, a az istálon kívül meghallotta a hangomat, akkor nyerített. Hmm. Nagyon szerettem, nagyon, nagyon fájdalmas volt, mikor el kellett hagynom. Mm. Azért kellett elhagynom, mert ö, volt egy bukásom, egy versenyen nem vele, hanem egy másik lóval. És ö, nagyon összetörtem magam, és akkor akkor már főiskolás voltam, és még a, a rosta, szel, rosta vizsgák idején. És el kellett döntenem, hogy akkor most lovagolni fogok, mint sport, de az csak sportként jöhetett számításba. Mm -hmm akkor elmegyek valami más egyetemre, vagy pedig, vagy pedig, hát abba hagyom a lovaglást, és abba hagytam. Eladták a lovamat, és eh, Milánóba került, és egy nő vette meg, úgy látszik a nőkkel jó viszonyba sikerült kerülnie, szerencsére. Hát reméljük, Na, hogy jó dolga volt ott Karesznak. Igen, kaptam egy egy, egy fotót, amiben uh -huh. valami jó, nagy milanói versenyben nyerő volt. Igen, nyert a gazdájával együtt, új jó, Azért ez nagyon szép, meg ez is mutatja, hogy, hogy aki tényleg ért és szereti a a lovasportot, azt tudja, hogy ezek mennyire fontos dolgok. Hm. Van egy patkó. A patkó? Igen, igen azt, azt kaptam, amit elküldtek Milánóból, és valaki krómmal bevonatta, szóval ilyen krómozott patkó, és az otthon meg. <laughs> Na hát akkor ez is egy, egy, egy jó, szerencsehozó babona. Hm. Azon gondolkozom, hogy, hogy a színpadon, mert ez, én soha nem lovagoltam, de ez, ez egy nagyon bensőséges kapcsolatnak tűnik, és, és, egy nagyon bizalmi kapcsolatnak. És a színpadon nem, nem akarok senkit lóhoz hasonlítani, nyilván nem mert akarom kifuttatni, csak hogy az is egy nagyon bizalmi kapcsolat, amikor az ember a partnerére utalva játszik a színpadon. Mitől, mitől jó az ön számára egy partner? Vagy mi, milyen partnerekkel tudott ön jól játszani színpadon? Tehát mitől könnyebb valakivel? Hát ha elhiszem neki azt, amit mond a szerepével. Uh -huh. Hogyha hihetően mondja nekem is, akkor gondolom, a néző is elhiszi. És akkor én könnyebben tudok neki válaszolni. Mert akkor, akkor én is én se tudok másképp, mint ahogy az én szerepem szól. És van, akit megúna az ember, mert sokat játszik vele, és mindig egyforma. De van, aki nem egyforma. Van, aki minden este kicsit, nem úgy más, hogy megzavarja a partnert, de egy kicsit más, és az nagyon itt Ez hiszen tényleg nem vagyunk egyformák minden nap. Az ember meggondolja magát, hogy a végig gondolja magát, hogy, hogy egyik napról a másikra változik mindenki. Mi is, a világ is, a körülöttünk levők is, minden változik. Csak a dal ugyanaz. <síns> de tényleg, szóval minden változik, tehát az az, érde, az a jó partner, aki úgy tud változtatni, aki úgy változik, hogy én ugyan észreveszem, de, de nem változtatja meg a jelenetek hovatartozását, célját, minőségét. Hát az, igen. Igazából ez is lehetne végszó, de találtam egy nagyon, vagy mi jót vettünk a szerkesztőmmel a Dián Dórival, amikor ezt megtaláltam, és csináltam is egy képernyő felvételt róla. Pontosan akarom mondani, hogy nézegettem a, a Spotify-on a Halász Judit lemezeket, és azt találtam, hogy a Hívda Nagymamát című lemez mellé azon írva, hogy 1900-ban jelent meg. Ez az ő titka. <laughs> Úgyhogy arra gondoltam, hogy legyen az a végszavunk, hogy akkor még 120 évet kívánok. Mert az első 120-on akkor túl vagyunk. <laughs> és nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt és mesélt. Nagyon köszönöm a meghívást, és nagyon kedves, tényleg.